az ember háborúba teljesen más. Én például a csirkevágástól el tudtam ájulni, a saját vérvételtől el tudtam ájulni, az, hogy megszáradt véren megcsúszik a lábam, amúgy úgy alvad a vér, hogy ilyen rétegenként és ilyen kis piramis a széle, abszolút nem számított. 56-ban én a Birkás barátommal 5 óra magasságában a Sztálin szobornál voltunk. Mi találtuk ki azt, hogy mögötte volt egy kút építés, és ott voltak pallók. Hogyha a pallóval neki rohannak a páncél ajtónak, akkor az be lehet törni, és első nekifutásban be is törték. Az a főiskola tényleg szart se ért, mert hogy ahhoz, hogy ne kapjak 5-6 évet, vagy 6-7 évet, ahhoz le kellett nagyon könnyedén meg tudtam csinálni, le kellett zülleszteni 3-asra a rajz végeredményemet. Akkor csináltam a gyógyfürdő parkját, meg ezt a modell, a főiskolán múzsa, meg ilyeneket, hát úgy rúgtak, mert nem, hát tudtam, hogy nem rúgnak ki, hát véghagyják, hogy csináljam, mert 5-öt az kész. Takarító tevénye, úri takarító cég volt, az egész napom szabad volt, és miután egy fűthetetlen padlástérbe laktam, így aludni elég volt hazamenni. Átment az ember Sréjen, 1-2 ott volt a kurkaréjában a Louvre-nak, és ott hátulról volt egy bejárat, ahol én onnan simán be tudtam járni, és ott végeztem el az ilyen dolgaimat, ott fürödtem, ott mostam a ruháimat, és ez volt az egyik viselkedésem, hogy a Louvre-ban voltam, a másik az, hogy a Cserdus Tibiékkel lógtam valahol, és a harmadik pedig az, hogy a Ilián azonnal bennek a galéria, amit akkor tehát nyitott ki. Az ember fölment, becsöngett ki, ott volt valaki, kinyitott, azt ott el lehetett lenni, azt elmenni. Ennek a hétköznapiságnak, hogy az, hogy a rás embernek a madara ott van, meg a gumi, meg ilyenek, hogy az ott úgy, ott volt szóval. Na, tehát elképesztő, hogy milyen szerencsés vagy kalandos élete van az embernek akkor, hogyha valamitől van bátorsága elindulni. Fél év után kaptam egy üzenetet apámtól, hogy van még 2 éve a nyugdíjig, és ha jó ki akarok vele baszni, akkor kimaradok, ha nem, akkor jöjjek haza. Volt egy paralel kulturális élet. Minden vesztett forradalom tulajdonképpen valahol nyer, mert ez a 60-as évek szép, relatíve szép korszak a Magyarországon, ez 56-nak volt köszönhető. A papája volt a Sirkovicsnak az adott kerület pártitkára. És a fia végzett, és ő tudta, hogy abszolút reprezentatív helyen, mert ugye a Deák térre néz, az Iparterv kultúrterme. Ugye Sikovics mondta, hogy neki van ez a lehetőség, van ez a hely, és gondolta, hogy a Kondor Béla csapból folyt. A Kondor Béla rögtön mondta jóvá, hogy majd ő. És felsorolta ezt a 11 embert, és szépen Sikovicsot elvitte mindenkihez. És meg volt beszélve azt, hogy akkor lesz kiállítás, ez volt 68 nyarán. Ez a megtiltás dolog, ami ilyen rögeszmés, csak így tud gondolkodni a mai emberi agy, én nem tudom miért, hát egyszer meg van valami tiltva. És az történetesen Magyarország legfontosabb tervező irodájának a helyisége. Hát egy év múlva lehet ott csinálni, megint egy kiállítás, ne hülyeskedjünk már. Ha egyszer az ott be, akkor úgy szeretjük, mikor kijön az AVH, jaj, de jó gyerekek, csináltak még egyet, mi? Ez
október 24-én nyílt meg. A megnyitó az egy életnagyságú, gézbe becsomagó cucc, ami elkezdett vérezni, könyörgöm. Az volt a cím, hogy emlékmű, ezt lezsűrizte a rendszer és elfogadta. Menjünk már a francba. Szóval agyrém. Azt képzett a gondok, hogy abban egy birka van benne, és az vérzik. Isten bizony, és megfogták, és bedobták a kazánba. Még a megnyitó végén ezt a cuccomat. Na most könyörgöm, mi az, hogy provokatív? Ha nem provokatív, akkor mi? Hát evidens, hogy az, hát arról szól. Hát világos. Arról szól, hogy október 24-én valami borzalmas, véres dolgot történt, csináltak az emberiséggel. Ha Magyarországról van szó, akkor esetleg a magyar emberekkel. Hát evidens, hát mi másról szólhatott, ha nem erről?